December 31-e után is a fehérváriak rendelkezésére áll a Csitári Gélyemiluszoda, adta hírül még december végén a város polgármestere. Ahogy Cserpalkovics András közösségi oldalán írta, a Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárral folytatott egyeztetések után jó esély van arra, hogy a város megkapja a kormányzati támogatást az uszodára, a további nyitvatartásra vonatkozóan is. Így egyelőre február 10-éig a következő közgyűlés időpontjáig meghosszabbították az uszoda nyitvatartást. A fehérváriak örülnek a hírnek, sokan járnak ide sportolni, kikapcsolódni. Nagyon örülök neki, hogy nyitva van. Megnéztem direkt, mielőtt eljöttem a neten, hogy nyitva vannak-e, üzemelnek-e. Egy 2-3 éve rendszeresen, 2-3 hetente szoktam jönni, és nagyon jól esik mind az uszoda, mind a szauna. A következő időszakban az iskolásoknak sem kell nélkülözniük az úszásoktatást, csak a téli szünet idején szünetelt számukra a lehetőség. A tanítás hétfőn elkezdődött, jövő héttől újra érkezhetnek az osztályok az uszodába. Jövő hétfőtől kezdődően újra jelentkeznek nálunk, és napi szinten reggel 7:30-tól délután 2-ig várjuk az iskoláknak az oktatását, és általában minden órában 3-4 iskolás csoport érkezik hozzánk a 21 méteres medencénkben is, a 33-asban, a Tammedencében is tartanak foglalkozásokat, tehát részükre is biztosítva lesz továbbra is, hogy tudnak nálunk úszni. Az egyesületek már a múlt héten birtokba vették a pályákat, reggel 17:30-tól egészen estig tartanak edzéseket. Éppen ezért a délutáni időszakban 15 és 18 óra között sajnos a közönség számára nem tudunk helyet biztosítani, de próbáljuk őket kárpótolni azzal, hogy most január végéig, 28-áig nem lesznek hétvégén rendezvényeink. Bölcs Zoltánné hozzátette, a strand területén a kinti sátras medence továbbra is zárva tart, de a benti létesítményben továbbra is szívesen látnak minden úszni vágyót.